Sziasztok, itt vagyunk a Bosnyák téren, és a mai napon megnézünk egy hidrogénbuszt, hiszen október 16-áig a 8-as E vonalán egy hidrogénbusz jár, és talán látjátok is, hogy az E8-E 3 perc múlva érkezik. Ez lesz a hidrogén csuklós busz, ami egy Mercedes E-Citaro. Hidrogénbuszok persze jártak már Magyarországon, a Volánbusz is sokáig tesztelt, többféle buszt is, és rendelt is egy darabot, ami 2026-ban fog érkezni, és valahol Csepel és Szigetszentmiklós környékén fog járni. De az azt hiszem egy Solaris busz lesz, és biztos, hogy nem csuklós, hanem szóló. Ez viszont egy csuklós Mercedes hidrogénbusz lesz. Mercedes E-Citarót is láttunk már Magyarországon, hiszen a Volánbusznak 40 darabja van ebből, ami a Szél Kálmán térről indulnak az agglomerációba. De azok szóló és elektromos buszok, ez pedig csuklós és hidrogén. Na nézzük meg, rögtön érkezik. Na hát most láthattátok belülről is a buszt, és hogyha ki szeretnétek próbálni, akkor október 16-áig a 8-as vonalán jár minden nap, és ingyenesen használható, tehát mindenféle jegy vagy bérlet nélkül lehet használni. Ha pedig bármilyen véleményetek van a buszról, akkor elmondhatjátok a bkv@bkv.hu e-mail címen. Persze a busz festése és az ülések anyaga az nem ilyen lesz majd, hanem a szokásos BKV, és hogyha a BKV esetleg rendelne belőle, de hát ezek a buszok nagyon drágák, és valószínűleg egyelőre nem éri meg, úgyhogy nem valószínű, hogy ebből rendelne a BKV, de most ki lehet próbálni. Hát ez a videó ennyi volt, köszönöm, hogyha megnéztétek, sziasztok!